Sziasztok! Az előző videóban arról beszéltem, hogy miért vettem elektromos autót. Most azt szeretném veletek megosztani, hogy miért Ioniqot vettem. Ha bírjátok, tartsatok még velem! Az Ioniq választása nem is volt olyan egyértelmű számomra, hisz nekem előtte japán autóim voltak, és én eléggé szerettem őket, főleg a Hondát. Megbízható volt, bármikor menni kellett, lehetett vele menni. Nem nagyon hagyott cserben. Egy problémája volt, hogy rozsdásodott. Úgyhogy elektromos autónál is Japánba gondolkoztam, de nem nagyon volt olyan japán elektromos autó, ami teljes mértékben megfelelt volna arra, amit én kerestem. Így aztán, amikor odajutottam, hogy akkor autót veszek, elkezdtem újra a videókat nézegetni azokra a típusokról, amik pénzügyileg beleestek a költségvetésbe. Így a végén két autó maradt versenyben. Az egyik egy japán, a másik ez az Ioniq, 28-as akkumulátor szerelt autó. Igazából az Ioniq mellett azért döntöttem, mert lehet, hogy kisebb a hatótávja, és én nagyobbat szerettem volna, de a akkumulátor menedzsmentje nagyon jól meg van csinálva, hiszen gyakorlatilag én tudtommal nincs olyan Ioniq, aminek eddig degradált van az akkumulátora. Gyorsan tölthető, DC 69 kW-tal lehet tölteni. Az AC töltése az nem egy eszeveszett, szerintem egy átlagosnak mondható, főleg akkor időben 6,6-os. És úgy gondoltam, hogy a kisebb hatótávot kompenzálja a gyorsabb töltés. Van benne akkumulátor hűtés-fűtés is. Úgy tudom, hogy fűtés az nem mindegyik változatban van benne, ez felszereltségtől függ állítólag. Úgyhogy kisebb hatótáv, gyorsabb töltés. Mivel én nem nagyon tudom otthon tölteni, mert 9-en lakom, így nekem csak utcai töltés maradt, így aztán megint csak egy plusz szempont volt az, hogy ha esetleg hosszabb útról jövök hazafelé, vagy sokszor kell tölteni egymás után a nagyobb út miatt, így hazaérve is a közelembe lévő DC-töltőkön gyorsan fel tudjam tölteni, és úgy tudjam megállni, hogy fel van töltve az autó, hogy ne esetlegesen reggel, vagy másnap napközben kelljen vele vacakolni. Úgyhogy ezért volt szempont akkor legalább, hogy gyorsan töltsem már kicsit az akkumulátora. Nekem eddig ez nagyon-nagyon bevált. Nagyon imádom. 50-es DC töltőn 45-50 között szokta tolni befele a naftát. Fél óra 25 perc általában töltése, ahogy én használom. AC töltő meg igazán nem érdekel, mert rajta hagyom azt a pár órát lent valamelyik nyilvános töltőn, tehát lemegyek, leszedem, odébálok. Ez általában vagy este, vagy hajnalban szoktam ezt csinálni. Nekem ez nem probléma. Konkrétan ez a típus, ami nekem van, vagy ez a Ioniq, ami nekem van, ez egy 2017-ben gyártott autó, amit 2018 első havában helyeztek forgalomba Németországba. Úgyhogy ez az autó Németországba jött. 3 éves volt, amikor megvettem. Most van nálam 2 éve, úgyhogy most járt le a garancia is. Meg volt a 120 ezer szerviz is, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok az autóval, nagyon tetszik. Annak ellenére, hogy eleinte ez a típus nekem annyira nem jött be külsőleg. A japán autó az jobban bejött, de annak voltak olyan idézőjelben problémái, amik nekem nem tetszettek, és azért inkább az Ioniq, de most már kis átalakítgatásokkal egyre jobban bejön. Belsőleg tetszett az autó, azzal nem volt probléma, meg persze, hogy mivel egyedi egy kicsikét,
már amikor megvettem, le volt ültetve, és voltak hozzá nagyobb felnék, így kicsit vaciláltam, de aztán végén mégis megvettem, mert nem gondoltam, hogy ez jó lesz nekem. Mert úgyis régen a Hondámat is akartam ültetni, meg nagyobb felni, meg minden, de aztán azok nem úgy alakultak a dolgok akkoriban, így azok nem valósultak meg. Itt meg már volt egy jó, idézőjelben tuning alap, amit lehetett még egy kicsit csinosítani, meg a én elképzelésemnek átalakítani. Ez is lett lefóliázva, króm récek, meg a elején hátulja szürke berakások, műanyagok, hogy mégis minél inkább úgy nézzen ki, hogy nekem jobban tetszik. Igazából úgy is mondhatnám, hogy egy részint racionális döntés volt ez az autó. A akkumulátora miatt, hogy igazából nem degradálódik, akkumulátor hűtés-fűtése van neki, jó a akkumelementje, én úgy érzem, hogy jól használható, arra, amire nekem kell tökéletesen megfelel. Egyetlen egy hátrányát érzem ennek az autónak, hogy a hátsó ablak az ilyen így megy lefelé, és bizonyos magasságú tárgyak nem férnek be a csomagtartóba, csak hogyha a hátsó is ledöntődik, és előre be lehet tolni. Igazából ezen kívül más nagyon negatívumot nem tudnék rá mondani. Úgyhogy én nem bántam meg, hogy megvettem, örülök neki. Szerintem egy jó autó, jól használható. Igaz, lehet, hogy egy picit többször kell tölteni, de szerintem ez se feltétlenül igaz, hiszen elég jó fogyasztásokat lehet vele elérni. A fórumokon, Facebook csoportokban azért lehet látni ilyen 8 körüli fogyasztásokat nyáron. Hát nekem ilyen 12 környéke szokott lenni, de én nem vagyok az a sportos típus így az autóval. Megyek, ahogy tetszik. Megérte megvenni számomra ezt az autót. Ja igen, a fogyasztás is szerepet játszott ebben, hogy ezt választottam, mivel kicsi az aksi, ezért a fogyasztásokat számít. Meg persze nincsen olyan problémája az akkumulátoroknak, hogy mit tudom, sok DC töltés után belasítja a töltés, nem lassítja be, mivel az akkumulátor hűtés bekapcsolódik, és akkor egy ventilátorra hűti a akkumulátort. Így igazából bárhányszor DC-n lehet tölteni. Nekem azt hiszem 4 volt ideig a csúcsom egy nap alatt, egy hosszú út folyamán, 50-es DC-ken. Töltésnél fölmegett az akkumulátor, de bekapcsolt egyből a ventilátor, szépen lehűtötte, következő DC-re megint normál hőfokon volt, így lehetett tolni neki a naftát bele. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat számít. Télen is ilyen mínusz 1-2 fokig, ha jól tudom, simán lehet beletolni az energiát, még a hideg aksiba is. Ha olyan típusú az autó, elvileg ez olyan, hogy elkezdi főfíteni az akkumulátor, hogyha töltőn van, úgyhogy nagyon-nagyon hideg az akkumulátor. Megmondom őszintén, ezt még nem figyeltem meg, nem néztem a tolkappal, hogy ez tényleg így működik-e. Majd egyszer talán tényleg rászállom magam és kipróbálom. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok az autóval, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki egy jól tölthető, jó fogyasztású, szerintem kényelmes autót akar. Vannak ettől kicsit idézőjelben komolyabb autók, 360 fokos kamerákkal, meg egyebekkel. Igen, de nekem azok annyira nem voltak fontosak, inkább az akkumulátor legyen megbízható és strapabíró, és ne legyen olyan, hogy egyszer csak fogja és lelassítja a töltést, amikor éppen szükség lenne rá. Úgyhogy, aki elektromos autóban gondolkozik, szerintem nézem utána a típusnak, nézem meg róla sok videót, és el tudja dönteni, hogy neki ez az autó megfelelő-e, vagy nem. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videónál. Sziasztok!